Jó estét! Jó estét kívánok! Mindenkit üdvözlök Moldvában! Velei Botond vagyok, Magyarország Külügyminisztériumnak Bákói irodavezetője. Van ilyen is. Na. Ahol most vagyunk, ez a Bákói Magyar Ház. Bákóban, hát a történelme nem menjek bele, mert mindenki fáradt, meg már egész hosszú nap után vannak vagytok. 35 darab ilyen magyar ház van Bákóban. Gondolom azért gondolták, hogy ide is jöjjenek el, és hogy lássátok, mert 99,9%-át a magyar állam tartsa fel. Tehát ez itt mindannyiunknak a költségvetéséből, meg az adójából van fenntartva. Nagyon fontos. 2000 több bocsánat, de Bákó megyében van 35. Bákó megyében, igen. Több mint 2000 diákot oktatunk magyar nyelvvel, after school-ként kell elképzelni. Ezek kapnak ösztöndíjat is, kapnak meleg étkeztetés is naponta egyszer. Ahol nem megoldható, nincs konyha, ott szendvicset kapnak. Se egy gyermek sem éhezik, az elég szegény környék, biztos, hogy látni fogják. Az összes magyar házban pedagógusok vannak alkalmazva, óvónők vannak alkalmazva, és kisegítő személyzet van alkalmazva. Ők foglalkoznak a gyerekekkel, a diákokkal. Most éppen szünidő van, a magyar házak akárhova mennek, mentek, mindenütt üresek lesznek. Ez a Bákói Magyar Ház, ez egy központi magyar ház. Nem mindegyik így néz ki, van amelyik modernebb, van amelyik sokkal régebbi változó. Ez azért fontos, mert itt működik a Moldvai Csángó Magyarok Szövetségének a székháza is. Tehát úgy kell elképzelni, hogy Bákóban az alsó szint itt, ez osztályterem, étkezőterem, a felső szint az iroda, a Moldvai Csángó Magyarok Szövetsége, és van még egy legfelsőbb szint, a harmadik szint, ott van a táncterem, konferenciaterem, meg mindenféle képzéseket a pedagógusoknak szoktak tartani. Nagyon fontos az, hogy a Moldvai Csángó Magyarok Szövetsége a legfontosabb kulturális szervezet Moldvában. És azon kívül is, mert az ojtozi Moldva is ide tartozik. Ugye háromféle csángósat különböztetünk, vannak a limesi csángók, vannak a moldvai csángók, és vannak az északi csángók, azok a Szabófalva környékén élő csángók. Ott már nagyon teljesen ki vannak halva. Nagyon kevesen beszélik a magyar nyelvet, de az a cél, hogy második nyelvként a román mellett megtanulják a magyar nyelvet is, és hogy használják a nagyszülőkkel, mert már csak a nagyszülőkkel tudnak beszélni magyarul, egymás között a gyerekek románul beszélnek, annyira előadatok, mint asszimiláció. Van 45, amire büszkén vagyok, 45, még ezt elmondom, 45 egyetemistánk, ők azok, akik megmaradnak magyarnak, biztosnak. Aki középiskolával, annak 50%, aki az alatt végzi szakiskolában, azok általában elhavárosodnak. Nem nagyon tudjuk megszólítani őket semmilyen program. Azon kívül, hogy van oktatási programunk, a Magyar Állam a Külügyminisztériummal és a Moldvai Csángó Magyarok Szövetségével karöltve 22 különböző programot futtat még itt. Van gazdaságfejlesztési program. Próbáljuk felemelni a csángókat gazdaságra, mezőgazdaságra segíteni. Pályázatíró programunk van, megírjuk nekik a pályázatokat. Ezért teljesen ingyen és bérmentve csak kell jelentkezzenek, egy nagyon nagy előny az itteni románság, vagy a székelyföldön élő magyarokkal szemben. Van friss jogsi program, ez csak egy párat felsorolok. Ez arról szól, hogy aki szeretne levizsgázni BC kategóriás jogosítványra, kifizessük, segítsük, hogy munkához jussunk majd később. Ösztöndíj programunk van, ösztöndíjat adunk a gyerekeknek. Mindenki, aki jár magyar órákra, ösztöndíjban részesül fel, egészen az óvodától fel az egyetemekig. Van anyasági támogatási program. Minden anya, aki vállal egy gyereket, 75 ezer forint, talán most annyi játszálnak forintba, annyinak megfelelő értékű lányt kap támogatásba, egyszeri támogatás évente kapja meg. Nagyon népszerű, sok anya kért ezt a gyereket. Mit mondjak? Hát itt szét lehet nézni, ha van kérdés, szívesen válaszolok. Tehát ez egy olyan területen a Kelet-Európának, ahol nagyon sok nemzetiségi, nagyon sok kultúra ütközik. Tehát itt az, hogy most Árpád-sávos pólóba járkálok, nem lehet. Tehát sok tisztességes ember munkáját tesszük tönkre azzal, hogy nagyon túl sok nacionalizmus viszünk bele a politikánkba. Próbálunk kiegyezni a papokkal, ők a legrosszabbak, tehát amit úgy értem, hogy ők a legnagyobb ellenségeink,
mindenütt, ahol tudnak, ellenük tesznek, ahol magyar óra van, ők rögtön hittanórát szerveznek, ha a gyerek nem megy magyar órára, akkor kiközösítik, nem bermálják meg, azt mondják, hogy a magyar az ördög nyelve, kiprédikálják a templomban, tehát nagyon nehéz körülmények között dolgozunk. Tehát azt kell tudni, ennek az oga, hogy tehát itt vannak, tehát most a történelemben belemenjek, tehát azért az a lényeg, hogy az elméletek azok változók, tehát még nem lett tisztázva, hogy kik a csámok, tehát honnan jönnek a csámok. Egy része még soha nem is élt a Kárpát-medencébe, tehát a közicsámok, Etel-közicsámok, úgy itt átmentek a Holdat szigeten, akkor ott van Etel-köz kezdődik. Mm. Tehát ők voltak régen a kunok. És a kunokot, amikor elvesztette Magyarországnak a magyar királyoknak a hatásköre, mindig kiterjedt Moldvára is. Vazulusa volt Moldva, mindig Magyarországnak, Erdélynek is. Aztán elveszítette ezt az önállóságát, és rábízták a papokra, hogy románosítsák az itt levő magyarságot. Körülbelül 200-250 ezer katolikus él, római katolikus, románok, ortodox. Ezeket megtömbölt körülbelül. Ebből a 250 ezer katolikusból 50-60 ezerrel foglalkozunk mi. Ezek, akik tudnak még magyarul valamilyen szinten, vagy a nagyszülő. Más már nem is tudunk se, hogyan megszólítani. És hogy is volt? Tehát a nem veszek el a történelmi vonalak között. Papok. Tehát miért a papok ennyire ellenséges? Azért, mert a Romániának, Kelet-Európában a római egyháznak nincsenek katolikusok. Tehát ez egy előre tolt bástya a katolikus egyháznak. És a Szentszék, meg a papság, az itteni papság egy szövetséget, egy titkos, nem leírt szövetség kötött, hogy megengedik, hogy a katolikus egyház működjön Romániában. Tehát itt a kommunizmusra tiltották, itt épültek új templomok, fejlődtek az egyházak, itt nem tiltották, cserében ezt a csángóságot el kellett romani. Itt mindenki csángó, mindenki magyar, mindenki kú. Azok az emberek élnek, itt el vannak, románosodnak. Különböző körökben románosították. Ma csak azért találkozunk csángókkal. Jó estét! Oldvában, mert nagyon sokszor volt visszatelepítés. Székely és csángó. Jöttek be, azok közben magyarok teljesen elrománosodtak. Amikor valakinek Erdélyben, a Székelyföldön rosszul ment dolga, megismertem még a 7 év után. Átjött Erdélyből ide, itt azok a jók nem vonatkoztak rá, szabadon élhetett, voltak a bojárok, megfizették őket, elég jó volt azért, tehát nem véletlenül, jöttek ki ide, abban az időben. És ezek a székelyes csángók azok, akik még megmaradtak, még megvan az identitás. Ez a körülbelül 35 település, ami most alatt mentek. Klézse, Buda, Somoska, Magyarfalú, Pusztina, nem sok, tehát ezek azok a székes csárok, tehát ők sokkal később érkeztek, mint azok, akik el vannak itt románosok. És ez nagy konfliktus a román állam és a magyarság között, hogy akkor ki tudja jobban elhinteni az ő kultúráját, az ő nyelvét, az ő identitását, tulajdonképpen egy párhuzamos társadalmat építünk itt minden területen. Próbáljuk a magyarságon és magyar identitás nevelni őket. A románok meg mindenütt, ahol tudnak, keresztbe tesznek. Tehát ez egy nem könnyű a meló itt. És hát előre vedítőleg 50-60 évben valószínűleg rossz pessimista forgatókönyv szerint már nem fogunk beszélni. Mondjuk egy is föl tényleg. Na, nem lehet később. Thank you.
Miért mentetek el? Tükörben rásüljön, igen. Így is látlak. Igen, azért 19-től vagyok itt, láttam már kiégést. Tehát elé lehet várni a kosik. Egy is semmi nem sikerült. Mindig többet kell nyújtani, igen. Tehát nagyon sokszor az ember neki fog, hogy csinálni, és nem eredménytelen. Gyere! Ez az asztal is milyen rétés. Hol jöttünk át? Igen. Kérdésem. Hogy megszűrődött? Hogy megszűrődött? A tesó. Nem, nem hoztam. Volt magyar, hogy itt van egy, itt van menetelés.